Nagy szeretettel üdvözöllek, ez egy újabb vasárnapi blog videó, és a mai témám egy eléggé aktuális, speciális téma, már amennyire azt hiszem, hogy az évszakhoz, illetve ehhez a jelenlegi időszakhoz kapcsolódhat, hiszen az elmúlt napokban, hetekben több olyan konzultációm volt, aminek egy közös pontja mindenképpen volt, mégpedig az, hogy mindenki, akivel beszélgettem, az fáradtságra panaszkodott. Egyrészt, hogy kevés a sikerélmény, mert kevés munka van, másrészt, hogy tényleg benne volt eddig a nagy-nagy pörgésben, és most gyakorlatilag tényleg elfáradt, motiválatlanná vált, és egyéb problémákra ugye hivatkoznak. Ez szerintem teljesen normális, hiszen, hogyha most belegondolsz, szeptemberben elindultál, nagyon nagy lendülettel belevetetted magad a teendőkbe, utána talán december környékén tartottál egy-két hetes leállást, de onnantól kezdve gyakorlatilag szinte megállás nélkül folyamatosan ott vagy, és folyamatosan csinálod a dolgot. Nyilván, hogy augusztusra elfárad az ember, és nagyon is kell az, hogy egy picit megújuljunk. És tudom, hogy mit érzem, mert én is ezt érzem. Azt gondolom, hogy ha szakértő vállalkozó vagy, és az azt jelenti, hogy kis csapatod van, vagy adott esetben egyedül vagy, akkor úgy érzed, hogy nem teheted meg azt a vevőiddel, nem teheted meg azt a partnereiddel, hogy te elmenj szabadságra, és gyakorlatilag ott hagyd őket egy-két hétre teljesen magukban. Ugyanakkor van egy Stephen Covey nevű úriember, sajnos már nem él, viszont az ő egyik nagyon ismert könyve az a Kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. És itt az 1-től a 6. szokás az tényleg mindenfajta olyan attitűd, ami szükséges ahhoz, hogy tartósan, sikeres, eredményes tudjál lenni üzletedben, magánéletedben egyaránt. A 7. szokás viszont nem más, és ehhez hagyd hozzak egy történetet, azt hiszem Covey is erre hivatkozik, hogy van 2 favágó. Az egyik reggel kimegy, és estig gyakorlatilag szüntelenül vágja a fát, és csapkod, és egyre nyilván egyre kisebb intenzitással, egyre kisebb eredménnyel. Pontosabban az intenzitás nyilván nem csökken, de a hatékonyság az mindenképpen. A másik pedig ugyanígy reggel belekezd, azonban 1-1,5 óránként tart egy bő 20 perces szünetet, amikor magához vesz egy kis elemózsiát, picit megélezi a fűrészt, és utána folytatja tovább. Nyilván, hogyha belegondolsz, akkor lehet, hogy abban a 20 percben ez az utóbbi nem halad semmit, viszont az kellett ahhoz, hogy egyrészt örömét lelje a munkában a másik másfél-két órában, amikor egyébként csinálta, másrészt pedig sokkal hatékonyabb volt, hiszen meg tudott újulni, fel tudott frissülni ő is, illetve az eszközt is tényleg meg tudta élezni, és az is hatékonyabban, jobban működött utána. Úgyhogy ezt javaslom neked is, hogy ne érezd magadat kényelmetlenül akkor, amikor azt kell mondanod, hogy most pihenni megyek, mert hosszú távon nyilvánvalóan a te ügyfeleidnek, partnereidnek, támogatóidnak, munkatársaidnak sokkal jobb lesz az, hogyha egy kipihent főnökkel van dolguk. Ezért az a kérdésem, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha már most kitűznél jövő évre egy célt? Mert hogy minden évben nyilván van egy olyan kitűzött célod, ami alapvetően számosítható, kvantifikálható, és ezt januárban általában kitűzött, decemberben meg megvonod úgymond a mérleget, hogy mennyire sikerült vagy nem sikerült elérni. De mit szólnál, hogyha kitűznénk most egy olyan célt, hogy jövő augusztusban, tehát mostantól 11-12 hónap múlva el tudjál menni egy 2-3 hétre szabadságra úgy, hogy egyébként hozod az éves céljaidat, tehát azt, amit januárban kitűzöl, azt egyébként függetlenül attól eredményesen tudod hozni, és amikor visszajössz, akkor hidd el, hogy feltöltődve tudsz majd belefogni újra a munkába, és sokkal jobb lesz neked is, sokkal jobb lesz a gyerekeidnek, a családodnak, és persze a munkatársaidnak is. Szóval ezt tudnám javasolni, vagy ez lenne az én javaslatom, hogy tényleg gondolkodj azon, hogy hogyan tudod a következő 12 hónapban majd elérni
azt, hogy pontosabban azt 11 hónapban elérni azt, amit 12 hónapra tűzöl ki magadnak. És akkor augusztusban lesz egy szabad 2-3 hetes periódus, amikor tényleg fel tudsz frissülni, és amiért egyébként az egész évet feláldozod, beáldozod, és működteted, vagy próbálod leghatékonyabban menedzselni. Gondolj bele abba, hogy amikor ott vagy a tengerparton, ott vagy egy külföldi városban, és jól érzed magad, és pihensz, és kártyázol, vagy a barátaiddal beszélgetsz, megiszol egy fröccsöt, vagy bármilyen, kicsit felfrissülsz, kilazulsz, akkor milyen jó érzés lesz azt mondani, hogy na ezért megérte. És hogyha ezt most idén megcsinálod, akkor gondolj bele, hogy az egész évben az fog téged úgymond inspirálni, ösztönözni, hogy erre a jövő évben is legyen módod. Legalábbis nálam egyébként sikerült, hogy ha látok egy mintát, vagy látsz egy mintát, akkor sokkal könnyebb lesz úgymond kitűzni azt a célt, hogy igen, ez neked is kell, és igen, ezért tenni is tudsz és akarsz. Ami az én ajándékom vagy javaslatom, hogy nekem van ez a könyvem, a Követőből Vélemény Vezér című könyv, és nagyon sokszor beszéltem már róla, hogy szeretném ezt publikálni, szeretném a nagy célközönség felé megnyitni, és hamarosan lesz is egyébként egy bevezető kampány. Azonban, hogyha partner vagy, és hogyha motivációs kis segítségre vágysz, akkor szívesen elküldöm neked a 67-től a 84. oldalig 5 olyan fejezet, ami alapvetően arról szól, hogy egyrészt hogyan hagyjuk abba a halogatást, hogyan találjuk meg a legjobb példaképeket, aztán hogyan nyerjük vissza a motivációnkat, hogyan tudjuk úgymond a sikerünket megünnepelni, és nem mellesleg, hogyan kezdjünk bele most, és ösztönözzünk cselekvésre adott esetben saját magunkat, meg egyébként másokat is. Úgyhogy, hogyha kéred, akkor küldj egy e-mailt az info@petőbence.hu oldalra. Erre szeretnélek ösztönözni, inspirálni téged, mondjuk motiváció vagy motivációs fejezetek tárgymezővel, és el fogom küldeni egy napon belül neked ezt a 17-18 oldalt, ami a könyvben 18 oldal, és remélem, hogy segít majd neked, hogyha eljutsz oda, akkor elolvasd, és akár folyamatosan forgasd, vagy folyamatosan idézd az eszedbe azt, hogy milyen inspirációra, milyen motivációra van szükséged. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy velem tartottál ezen a vasárnap is, és hamarosan folytatjuk egy újabb blog videóval. Hogyha föl vagy iratkozva a reggeli frissítőre, akkor minden nap 6:45-kor várlak egy újabb motivációs üzenettel, hogyha viszont érdekel, akkor pedig ne felejtsd el, hogy várom az e-mailedet és küldöm a részletet a könyvemből. Üdvözöllek, szép napot, jó nyaralást, jó pihenést kívánok!